A vád szerint a szekszárdi férfi egy pécsi autókereskedésből vitte próbaútra egy kocsit, az eladó végig mellette ült, viszont amikor visszaértek, a férfi nem akart kiszállni a volán mögül. Vitatkozni kezdtek, majd a szekszárdi vádló gyorsan átült egy másik autóba és elhajtott a kereskedésből. Végül külföldön fogták el a rendőrök. Az előkészítő ülésre már a börtönből vezetőszáron és lábbilincsben hozták. Többszörös visszaesőt vádolom. Az ügyésznek percek kellettek, hogy felolvassa pontosan, mikkel vádolja a férfit. Összesen 14 bűncselekmény miatt állt bíróság elé. A bűnlajstromán bankkártyalopások, csalás, hamisvád, köz- és magánokirat hamisítás és ezek ellopása, valamint rablás is szerepelt. Az ügyész ezért hosszú börtönévek kiszabását indítványozta. 8 év, 6 hónap fegyházbüntetés, 7 év közügyektől eltiltás, 10 hónap B kategóriába tartozó járművek vezetésétől eltiltás, és Pécs-Dunaújváros közigazgatási területét érintően 3 év kitiltást szabjon ki. Ha a férfi most mindent beismert volna, akkor a 8,5 év börtönnél nem kaphatott volna többet. Egy bűncselekmény elkövetését viszont tagadta. Rablás kivételével a többi bűncselekményt elismerővel el. Az ügyben ezért több tárgyalásra is sor kerül majd. A következőn például több rabtársát is meghallgatják a letartóztatásban levő vádlottnak.